Szerény választék és magas árak jellemzik már most is a megyebeli piacokat. Hazai gyümölcsök és zöldségek a kedvezőtlen időjárás miatt még nem igazán vásárolhatóak, de a fagyok miatt az idei méztermés is veszélyben lehet. Sok az import zöldség és gyümölcs a piacokon, az árak így jóval magasabbak, mintha hazai termékeket árulnának. A termelők és az eladók azt mondják, a rossz idő és az április végi fagy miatt drága többek között az eper és az uborka. Most is kabátban vagyunk, holott már igazán a tavaszi napsütésnek kellene működnie. Ehhez képest ezek a répa zöldségfélék, ugye, amik fóliából indulnak, jelezték már a helyi termelőink, hogy fognak jönni, csak egy kis késéssel, csúszással. Tehát a répa zöldség az biztos, hogy egy magasabb áron fog megindulni. Jelenleg is érezhető az eper árában, ugye, mert ezek sem szabadföldi kultúrák, hanem hideg, illetve meleg fóliákból származnak, és ugye ez is azért tartja még mindig az árát, mert egyszerűen nem érik. 2,3 kg epret több mint 4600 forintért vásároltak meg. Nagyon drága, meg kell nézni, mert nyugdíjasok vagyunk, kis filléres emberek is, mert nagyon meg kell nézni. Az unokámnak veszek, vagy a gyermekeimnek, de én még meg se kóstoltam az epret, mert az drága. Kocsis Ferenc és családja évek óta foglalkozik uborka termesztéssel. Ők is magas áron tudják eladni a termést. Voltak jó időszakok, a március végé, április elejei jobb idők, azok kedvezőek voltak, de aztán ami bejöttek a hidegek, sőt április végi fagyok, hát ezek bizony eléggé megviselték az állományt. Alapvetően az árak is azért alakulnak ilyen szinten, ilyen magasságokba. A gyógy- és fűszernövény ára több mint 20%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt. A nyíregyházi buzatéri piacon igazi hiánycikk a fokhagyma. Alig akad egy-két eladó, aki árul ilyen növényt. Én 2000 forintért adom kilóját a fokhagymának. Azért ilyen drága a fokhagyma, mert már az ó lassan elfogyik, és a kevés volt a termés, és akkor egy-két héten belül meg már megjelenik az új fokhagyma. A termelők szerint az áprilisi fagynak előre nem látható hatásai is lehetnek. A zöldség, gyümölcs mellett a mezőgazdasági termények, valamint a méz ára is kiszámíthatatlan lesz az idei év hátralévő részében. Mányik Gabriella méhész a következő beszélgető partnerem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Egy picit talán vezessük be a nézőket a méhészet rejtelmeibe. Az, hogy a mézfogyasztás örvendetesen emelkedik Magyarországon, ez nagyon jó, de hogy mennyi munka van azzal, amíg a méz az üzletek polcaira kerül, abban talán kevesen vagyunk járatosak. Milyen fontosabb feladatok vannak a méhészettel vagy méhekkel kapcsolatosan? A méhészet egy csodálatos szakma, ami a méhészeknek folyamatos munkát ad, mert csak az a méhész tud eredményt fölmutatni, aki a méhészetében folyamatosan ott van, jelen van, irányítja a méhek munkáját, felügyeli, és minden mozzanatukat kísérjük, szemmel kísérjük. Mi a garancia arra, hogy az a méz, amit mi megveszünk, az valóban biztonságos, egészséges, és az tényleg olyan méz, amit mi elvárunk. Milyen fontosabb lépések szükségesek hozzá? Én úgy gondolom, hogy igazán a termelői méhészet és a termelői méhészek azok, akik odafigyelnek arra, hogy a méhészetük milyen környezetből gyűjt. És ezzel biztosítjuk azt a vásárlóink felé, hogy amit ráírunk a címkéinkre, hogy valóban elnézést, azt tartalmazza, amit a címkén feltüntetünk. Van egyesületük a méhészeknek, ami mondjuk ebbe az irányba viszi a méhészeket, hogy ezeket az előírásokat valóban betartsák? Természetesen. Nagyon sok előírás, szabályzat van, amit minden méhésznek be kellene tartania. Egyesületünk is ezen munkálkodik, hogy összefogjuk azokat a méhészeket,
akik elhivatottak ez iránt, a szakma iránt, és egymással megosztva, megbeszélve a tapasztalatokat tanítjuk egymást arra, és beszámolunk, és a beszámolókat továbbadjuk, amiből a környezetünk is tanulhat, és megtudhatják azt, hogy mi is, hogyan is lesz az igazi méz. Hogy indul az idei szezon? Hogyan teleltek a méhek az idén? Telelés, igazából rossz híreket hallottunk az országból. Múlt hónapban volt már olyan szintű jelentés az országos méhészet felé, hogy nagy állománypusztulás volt. A mikéntjét vagy a miértjét még igazából nem tudjuk, most folynak a kárfelmérések, a mintavételek, amit laboratóriumba fognak megvizsgálni, hogy mi okozhatta ezeket a nagy pusztulásokat. Tehát nem tudunk még választ adni, de tehát várjuk minden méhésznek a jelentkezését, aki tapasztalta, hogy mi állománya, annak ellenére, hogy mindent megtett, mégis elpusztult és eltűnt a kaptárból. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy tehát megindult a fiasítás tavasszal, úgy láttuk, hogy nő az állomány, és egy pár nap elteltével a kaptárban kikelt méhek eltűntek, és a fiasításos keretek takaratlanul ott maradtak, amit a fagykár minket is érintett, és ezek elpusztultak, és ezek felkutatására vannak már kezdeményezések. Hogyan tudnak tovább lépni egy ilyen helyzetben? Minden méhész ilyenkor menti, amit menthető. Megpróbáljuk a családokat egyesíteni, vagy összerakni, hogy vagy termelő családokká, vagy létező családokká továbbá fenntartani, és megpróbáljuk őket vitaminnal, és reméljük, hogy ez a fagykár nem okozott olyan nagy kárt a környezetünkbe, és tudják a természetes anyagokat begyűjteni, és helyre tud állni az állomány. Egy dolog ugye, hogy maga a mi állomány fagykárt szenvedett, de az ültetvények is fagykárt szenvedtek, tehát ilyenkor ez okoz-e problémát a beporzásnál, illetve a begyűjtésnél? A tavasszal a repce, tehát azok a méhészek, akik a repce virágzására számolnak és számítanak, már ősszel elindulnak a repce földeket lefoglalni, ahova állományukkal költözhetnek. Sajnos ebbe én is beleestem, és a novemberben lefoglalt területünket felszántották, mert a télvégi esőzések, olyan akkori esőzések olyan kárt tettek, hogy a repce nem volt gazdaságos, hogy megtartsák, ezért a gazdák kiszántották. Aztán ami megmaradt, és megpróbáltuk fölkutatni, hogy mehessünk az állománnyal, arra pedig most nem esett eső, és ezért minimális volt a hozam. Természetesen vannak olyan méhészek, akik nem repcében látják a mély állománynak a fejlődéséhez szükséges virágport, hanem maradnak a gyümölcs és más fajta ültetvényeken, vagy árterületeken, mert ott is nagy a virághozam, virágport ad azok a területek. Tehát minden méhész más területről gyűjteti a méhét, és, vagy a mézet, és ezért nem tudunk egybehangozóan válaszolni arra, hogy kinek mit okozott, és még előttünk áll az akácvirágzás, ami ugyan már elkezdődött, de eddigi felméréseink szerint minimum 3 méter magasságig el van fagyva a virágzat, és hogy megindul-e a nektárzás, azt még nem tudjuk. Jelenleg a körülöttem, tehát a méhészetem körül lévő erdő ugyan már gyönyörű virág, a teteje az erdőnek, de illat még nincs, ami azt jelenti, hogy nincs nektár. Arra számíthatunk, hogy jóval kevesebb méz lesz az idén, mint az elmúlt években? Nem tudok erre sajnos választ adni, remélem, hogy nem. Nem szeretnék vészjósló lenni, vagy elkiabálni előre a dolgokat. Reménykedünk, hogy nem. Legyen úgy. Mányi Gabriella, köszönöm szépen. Rendelkezésünkre állt.